Idős hatékonyság témában az időnket az is meghatározhatja, időbeosztásunkat az is meghatározhatja, hogy a családunkra mennyi időt szánunk. A családunkra viszont nem biztos, hogy az szerint szánunk időt, amit ténylegesen szeretnénk, amit ténylegesen akarunk hanem a család elvárásai szerint tesszük ezt. És azok az elvárások bizony jelentősen befolyásolhatják az időnket, az időmennyiségünket, a rendelkezésre álló időmennyiségünket, és el kell gondolkozni azon, hogy vajon ezt tényleg akarjuk, vagy csak a család iránti elvárásból tesszük, és ez az elvárás aztán teljesen megzavarja az időbeosztásunkat, az időbeli terveinket, ha van ilyen egyáltalán, de minden esetre nehezítheti az idővel való, az idő gazdálkodásunkat. Tehát figyeljünk arra, hogy vajon tényleg akarjuk ezt, és vajon tényleg mi döntünk a saját időnkről, vagy mások döntenek helyettünk.